azt hiszem, ezt inkább hagyjuk meg a musicalis generációnak, én egy kicsit már öreg vagyok ehhez. De pontosan ezért én már túl vagyok nem kevés, szörnyű, pokoli, kínos karácsonyi ajándékon, amelyekből most egy kedves csokrot gyúrtam össze nektek. Igen, ez a videó színfacsaróan kellemetlen lesz, pont mint ez a dal. Most, hogy kellőképpen ráhangolódtunk az ünnep pátoszos hangulatára. Pátoszos hangulat? Van egyáltalán ilyen szó? Na mindegy, igen, vágjunk gyorsan bele. A lejárt bombonnál már csak Günther karácsonyi dalakítósa. Ding dong, it's a Christmas song. Hát igen. Na de mit tegyünk, ha valakitől mégis lejárt bombon kapnám karácsonyra? Mosolyogjunk kedvesen! Nem egészen erre a mosolyodra gondoltam, Dóri. Oké, akkor újra. Mosolyogjunk kedvesen, és tanuljuk be az alábbi szöveget. Úristen, ez a kedvenc édességem! És amit eltűnt a szóban forgó rokon, azonnal szabaduljunk meg tőle. Exercise movement! Lett meg téged, az vagy rongyosra nézte már a filmet, és most arra jött rá, hogy mennyire egyedi ajándék lenne ez idén karácsonykor. Vagy teljesen és totálisan lett a téged, és betérve a Tesco-ba, ez bizonyult a leginkább leakciózott és a készhez legközelebb eső karácsonyi ajándéknak. Javaslom, hogy jövő karácsonyra ajándékozz meg őt a Reszkesetek Betörők DVD-vel, egy kis lejárt bombonnal kiegészítve. Dreaming of a white Christmas. Aha. Kösz. Meglepetés. Arra van az ajtó. Goodbye. Mosolyogsz, örömöt tettetsz, de legbelül ezt gondolod. Ember, te tényleg ezt gondolod, hogy ezt felveszem majd az utcára? Nem is kell szép ruhákba járatni a gyerekeket. Megteszi az ilyen is. Jó, mondjuk, pizsamának jó lesz. Se. Akkor legyen az új bortakarítókendőm. Azért kösz, jó ajándék volt. Köszönöm. I don't want to. Dúri, hogy lehetsz ennyire bunkó, a szándék a lényeg, nem tudtad? És mosolyogsz már, mindenki vidám, ez az én filozófiám. Na hát, köszi. Neked nem ízlett annyira? Viccelsz, ez undorító. Azért kösz, hogy rám gondoltál, ha már te is instant hánytál tőle. Neked úgyis jó lesz. Te vagy a legjobb barátnőm. Wow, hát ez annyira egyedi, hallod? Annyira én vagyok ez az okni. Annyira köszönöm, hogy ilyen sokat agyaltál az ajándékomon. Fifi! Hogyan legyek jó nő, jó szerető, jó feleség, jó háziasszony, jó anya? Mind-mind extra kellemetlen ajándék, ez már a váló ok kategória. Ha Tomi egy Hogyan legyek jó nő könyvvel ajándékozna meg engem idén karácsonykor, én azt hiszem egy Hogyan pakold össze a cuccaidat könyvet vágnék hozzá, így azonnal. Már viccesek vagytok, csajok, kösz, hogy idén karácsonykor is a szexuális életemmel foglalkoztam. Még jobb, ha egy nagy társaságban adják át, és mindenki előtt ki kell bontanod az ajándékot. Ja, én egyszer már jártam így egy osztály karácsonyon. Egyszer egy rózsaszín plüssbilincsel lepett meg az egyik nagyon kedves barátnőm, amit ráadásul az egész osztály és az osztályfőnök szeme láttára kellett kibontanom.
Azóta már nem vagyunk barátnők. De mivel karácsony van, és ilyenkor mindenki boldog, ezért csak nem hagyhatlak titeket abban a mélységben, ahova az imént felsorolt ajándékok taszítottak titeket. Mutatok hát néhány olyan ajándékot, amelyek viszont kifejezetten nagyon menők, és mindenki örülne neki. Mármint ki mindenki. Hát úgy, én meg... mondjuk én is... De biztos vagyok benne, hogy minden lány nagyon örül ezeknek. És akkor ez az a pontja a videónak, amikor hol videóba csapunk át, ugyanis ezek már a karácsonyi ajándékai. Az első csomag tartalma ők lennének, ez a két kis karkötő, és hát bevallom őszintén, egy kis önzőség is lapult a mögött az ajándék mögött, mert a nagyobbat anyukámnak szánom, a kisebb rózsaszín karkötőt pedig saját magamnak, hogy egyfajta ilyen anyalánya, cukiskodós, kis emlékezős ajándékunk legyen. Egyébként ezeket a Juta ékszerből szereztem be, nagyon-nagyon sok színben, illetve formában található még ez a karkötő, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le a weboldalt, amit egyébként az infoboxban be is linkeltem. A következő pedig egy gyűrű, szintén a Juta ékszertől, ő is egyébként ilyen kis rózsaszín szépség, a karkötőhöz lett kitalálva, úgyhogy még ezt anyunak odavigyeztem a fa alá, hogy teljes legyen a karácsony. Ezt a csodás kis Calvin Klein Rose Gold órát pedig a legjobb barátnőmnek szánom, most szándékosan nem akarom megmondani, hogy kinek, mert lehet, hogy nézi ezt a videót, szóval legyen meglepetés. Egyébként őt is a Juta ékszerből szereztem be, úgyhogy ehhez is csatolok egy linket, hogyha esetleg titeket is érdekelne. Szóval szerintem abban igazán egyetérthetünk, hogy egy ilyen jól betalált ékszerrel nem igazán tudunk mellélülni. Minden információt egyébként megtaláltok az infoboxban, és ezzel kapcsolatban még egy blogbejegyzés is várható az oldalamon, úgyhogy mindenképpen kövessétek azt is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Remélem, hogy nem vettem el az összes kedveteket a karácsonytól. Írjátok meg kommentben, hogy mi volt az eddigi legszörnyűbb ajándék, amit valaha kaptatok. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok lájkokat, létszik, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, kövessetek Instagramon a kukackloénosz felhasználó néven. Hamarosan újra találkozunk, addig is mindenkinek boldogsággal teli ajándékvásárolgatást. Sziasztok! És most jöjjön a tánc.